A 2017-es évszak mai és pénzügyi beszámolója is a napi rendi pontok között szerepelt a turisztikai destináció menedzsment szervezet május végi ülésén. A TDM feladata a továbbiakban is a város folyamatos fejlesztése. Vannak ugyan évközben különböző szakmai résztémákban találkozóink, meg megbeszéléseink, egyeztetéseink, de végül is gyakorlatilag átfogóan egy évet ilyenkor látunk. Alapvetően ebben a beszámolóban. A másik fontos téma az idei tervnek az elfogadása. Ezt megelőzte már az, hogy egyébként a tag önkormányzatok testületei már előzetesen tárgyalták a mi anyagunkat, tehát itt már azzal a felhatalmazással vannak majd a jelenlévők, hogy megszavazzák az Egyesületnek az idei tervét. Ebbe két fontosabb témát szeretnénk idén megvalósítani. Egyrészt egy úgynevezett akadálymentes város termékfejlesztést szeretnénk végrehajtani. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a különböző fogyatékkal élők, vagy a valamilyen betegségben szenvedők, itt most gondolok például a különböző ételallergiás vendégekre is, egy olyan adatbázist, olyan szolgáltatási kört hozzunk létre itt Tatán, és juttassunk el hozzájuk információként, ami alapján nyugodtan tudják választani mondjuk a mi városunkat is. Illetve egy másik fontos feladatunk lesz idén, egy nagyon speciális turisztikai adatgyűjtési módszer bevezetése is. És emellett még az idei napnak egy fontos feladata, hogy egy új választmányi tagot is választunk. Sajnos Petrezselyem Antal négy öngyike halála miatt ő választmányi tag volt, ezért szükséges ezt a választást is megtennünk. Tata folyamatos turisztikai fejlődése kiemelkedő eredményekkel tanúskodik a régióban, amely köszönhető többek között a Tata és környéke turisztikai egyesület munkájának. Legfontosabb persze az, hogy ez az egyesület tartja fent azt a munkaszervezetet, ami kifejezetten azért dolgozik, hogy ezekről az eredményekről büszkén beszélhessünk. Nyilván sok olyan következménye van ennek, amit aztán szakmai szempontból megvizsgálva egy további munkát jelent, hiszen tudjuk, hogy a jó munka eredménye az mindig az, hogy még több munkája lesz az embernek. Bízom abban, hogy ez így lesz a Tatai és Környéke Turisztika Egyesület részéről is. De szerintem bizonyos szempontból minden tatai találkozik azzal, hogy a látogatók, a turisták érdeklődnek Tata iránt, és bizonyára azzal is találkozik, hogy azért ez még némi munkát feltételez a részünkről, hiszen itt nem csak fogadni kell a látogatókat, hanem ellátni, és ráadásul, hogy a lakosság is jól érezze magát közben. A Tatai és Környéke Turisztikai Egyesület 2010-ben alakult meg. Célja pedig összefogni az önkormányzati, civil és vállalkozói, turizmussal közvetlenül vagy közvetetten érintett szereplőket.